A Balatoni út 10 szám alatti ingatlan magyar tulajdonosa, a Corbé ingatlan hasznosító Kft. Mintegy 1,5 milliárd forint összegű beruházást indít novemberben. A projekt három fő eleme az új Ecofamily áruház építése, a Jancsár kert termelői piac felújítása és a parkoló területének bővítése. A tulajdonos úgy döntött, hogy egy nagy értékű beruházást fog itt megvalósítani, mellette egy új üzlet fog épülni, de a Jancsár kert megmarad. Megmarad az építkezés után, de megmarad az építkezés közben is. Tehát a Jancsár kert fog működni, nyugodtan jöhetnek azok a vásárlók, akik ebben az évtizedben már megszokták, hogy ez a hely itt van, hogy itt minőséget kapnak elérhető áron, és ez így is lesz a jelenben, a közeljövőben, és aztán bízom benne, hogy a távoli jövőben is. A beruházás célja, hogy a fehérvári vásárlók egy helyen, gazdag választékban a hét minden napján kedvező áron juthassanak hozzá magas minőségű csomagolt élelmiszerekhez, háztartási cikkekhez, vegyi, háztartási papír és édesipari termékekhez, valamint közeli háztáji gazdaságokból származó friss, egészséges zöldséghez, gyümölcshöz, tejtermékekhez, pékáruhoz és füstölt húsokhoz. Én azt gondolom, hogy a székesfehérváriaknak nagyon-nagyon nagy segítség lesz, hogy most az Ecofamily itt a saját üzlete mellett ezt a piacot, amit több mint egy évtizede szeretnek a fehérváriak, újjáépítik. Én bízom benne, hogy néhány hónap építkezési nehézség után elkészül, és akkor újult formában várja majd a fehérváriakat. A beruházás 7777 négyzetméter területet érint, ennek során megépül a 750 négyzetméter alapterületű második székesfehérvári Ecofamily áruház, valamint egy látványpékség 80 négyzetméteren. Megújul a Jancsár kert termelői piaccsarnok 400 négyzetméteres területe, valamint átépítésre kerülnek a területen lévő parkolók, zöld területek, utak, mind a kényelmes vásárlást szolgálva. Mindenképpen híve vagyunk a hagyományos termelői módon előállított termékeknek, és az elmúlt éveknek az egyik hozadéka sajnos, hogy egyre több ember küzd mindenféle ugye, laktóz érzékenységgel, vagy egyéb érzékenységgel, úgyhogy ezeket a vásárlókat is mindenképpen szeretnénk kiszolgálni, és mi meggyőződésünk, hogy a termelői piac és az Ecofamily üzletünk egy tökéletes szimbiózisba fog tudni együttműködni jövőre. A beruházással létrejön egy ma még Magyarországon egyedülálló olyan magyar tulajdonú bevásárlóközpont, amely kedvező áron széles termékskálán kínál a vásárlóknak döntően magyar, egyrészt előre csomagolt háztartási, másrészt friss háztáji termékeket minőségi környezetben, kiváló vásárlási feltételek között.